könyvkiadásból 5,5 millió forinttal gazdagodott tavaly Orbán Viktor. Ez derül ki a nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatokból. Lázár Jánosnak komoly adósságai vannak, de újabb földeket vásárolt és megtakarításai is nőttek. Tóbiás Józsefnek viszont csak az adósságai nőttek. Az ellenzék szerint a képviselői vagyonnyilatkozatok jelenlegi rendszere teljesen értelmetlen és használhatatlan az átláthatóság szempontjából. Hozzátették, ráadásul, ha valakiről kiderül, hogy eltitkolt vagy elfelejtett valamit bevallani, annak nincs következménye. Szigetvári Viktor a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ön nem vagyonnyilatkozat tételre kötelezett, de azért mielőtt mások vagyonnyilatkozatáról beszél, mint politikus, legalább annyit mondjon, az elmúlt évben vett földet, mocsarat, erdőt, barackmagot, autót, nem tudom, adott ki könyvet. Anyagi helyzetem alapvetően nem változott, ugyanúgy élek, mint az elmúlt 5-6 évben. Egy autót vásároltam, illetve a régi autómat, ami már talán több mint 8 éves volt, eladtam, és ez talán változtatná a vagyonnyilatkozatomat, más nem történt. Mocsár? Mocsarat, földet, céget, Strómanon keresztül céget, külföldi ingatlant, szórakozóját nem vásároltam. Egy nyomvad baráti kölcsönre sincs? Nincs egy baráti kölcsönöm se. Nincs ami... barátja? Barátom, azt hiszem, ha nem is rengeteg, de jó pár van, a barátoktól ilyen kölcsönt nem vettem fel. Korábban egyébként, még amikor én cégtulajdonos voltam, a cégem vett föl kölcsönt formálisan is, rendezett formában, azt vissza is adtuk. Magánemberként ilyen kölcsönöm nincsen. Mit vár attól, hogy a minden évben, évelején felmerülő kérdést, hogy az ember elolvassa a vagyonnyilatkozatokat, és vagy nevet, vagy sír, vagy legyint egyet. Ön egyiket sem tette, hanem politikusként azt mondta, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal évente részletesen ellenőrizze a politikusoknak a magánszemélyektől kapott, illetve a magánszemélyeknek adott kölcsöneit. Mit vár, ha egyáltalán lesz ilyen, vagy megfogadja valaki az ötletét, vagy tanácsát, mit vár egy ilyen napvizsgálattól, hogy ez majd ezeket a személyi baráti kölcsönöket tényleg fel fogja deríteni? A mai helyzet az a bizalmatással a politikában. Egyébként jobb és baloldali politikusok bevetett bizalmat egyaránt, és ez elfogadhatatlan. A Fidesznek ennek erre lenne eszköze ezt rendbe rakni. Mi egy évvel ezelőtt Szerényi Zsolt egyőség képviselő az együttnevében nyújtott egy módosító javaslatot, pont egy éve nem foglalkozik vele a Fidesz, hogy méltányos vagyok, ők azzal indokolták, hogy az LMP is, meg a Jobbik is beadott hasonló tartalmú, részben hasonló tervezete, na az övékével se foglalkozott az országgyűlés, és semmi de nem történt. De akkor ez mire indok? Tehát, hogy arra, hogy majd ők, azt mondták Szerényi Zsuzsa képviselőnknek, hogy majd ők ezt egybegyúrják, áttekintik, és egy átfogó, szuper javaslatot hoznak a parlament elé. Hát látjuk, eltelt egy év, és tele van hazugsággal, tele van ellenőrizhetetlen adatokkal a képviselők vagyonnyilatkozata, és ez nem senkinek nem jó. A Fidesznek se jó, a Jobbiknak se, az Együttnek se, más pártoknak se. Rossz? Hát milyen él? Hát a magyar állampolgároknak és nekünk választóknak. Oké, csak hogy ez most már évről évre, tehát véletlenül sem akarom elbagatelizálni a történetet, de amikor valaki nem tudja eltüntetni, tehát ezek azok a pénzek, amiket képtelenség eltüntetni, ennek egy nyoma van. És ott van, hogy ebben az évben 40 millióval több lett a kasszámba, hát beírtam, hogy kaptam egy cimborámtól, és innentől kezdve ezzel nem lehet mit kezdeni. És igazából ennek politikai kára olyan óriási nagy csorvát egyik párt sem szenved, vagy hát most a Fideszről beszélünk, mint kormányzó pártról. Tehát valakinek ebből lett már bántódása, a választók megorroltak rá, leszavazták, fújoltak. Tudja, azt szoktam mondani, hogyha valaki mondjuk a mi pártunkhoz akar csatlakozni, vagy korábban, amikor jelölteket kerestünk 2014-ben, hogy egy dolgot tudjon, ha A napon még nem politikus, B napon már politikus, akkor sokan fogják róla azt gondolni, hogy korrupt, miközben ő egy tisztességes ember, akinek volt egy előélete. És ezt szerintem elfogadhatatlan. Ezek az intézmények, amikor az emberiség lassan a Marsra küld embert, akkor közben egyébként miért ne lehetne Magyarországon a vagyonnyilatkozatokat úgy szabályozni, hogy azok kötelmi erejűek legyenek, ne lehessen bennük hazudni akár bankszámla kivonat alapján, akár egyébként kölcsönökre vonatkozóan, akár egyébként ne az legyen, hogy hát most 2 millió 7 van, 2 millió 8, mit írjak be, beszéljük meg, mert ezek elfogadhatatlan dolgok. Ez a, oldjuk meg okosban a vagyonnyilatkozatot az idén is. Tehát, de ugye, bocsánat, tehát de minden... annak sincs következménye, hogyha valakiről az újságíró kideríti menet közben, hogy kifelejtett.
pár tízmilliót, vagy akár egy milliárdot. Ja, bocsi, akkor javítok rajta. Így van, ugye emlékeztetnék, hogy bár nem országgyűlési képviselő, de hasonló formanyomtatványban, alapvetően hasonló időtávon kötelezett egy önkormányzati képviselőként Mészáros Lőrinc is vagyonnyilatkozatot tenni, és hát nála nagyon komoly értékek derültek ki, cégtulajdonlások derültek ki, és közben egyébként pedig hát komoly, nem egy milliós, nem tízmilliós, hanem akár százmilliós tételek, amelyekről osztalékokról feledkezett meg. Alapvetően botrány, hogy ilyenkor nem lehet pert indítani vele szemben, nem vesztél a hivatalát, nem történik ellenőrzés. Mi annak idején azt javasoltuk, hogy korrekt legyek, más pártok is ezt javasolták, hogy automatikusan induljon vagyonnyilatkozati eljárás, amely ezt ellenőrzés alá viszi, és utána az illetékes hatóságok járhassanak el. Mert hogy legyen világos. Ugye amikor ma Magyarországon mindannyian járunk közjegyzőhöz egy hitelkérelem kapcsán, mindannyiunknak vannak olyan ügyei, amikor okiratokba foglalunk tényeket, vagy legalábbis azt, amit mi ténynek gondolunk, és azt bizonyítjuk a közjegyzőnél, vagy ügyvédnél más esetben, hát azért ezeket meg lehet csinálni. Bankkászámla kivonatokról lehet nyilatkozni, nekem most ellenőrzik a pártot az állami számvevőszék részéről, és teljesen korrekt módon rengeteg nyilatkozatot kell aláírni, amely után, hogyha azt mondják, hogy tehát Szigetvár úr maga ezt nyilatkozta, és nem így van, akkor utána én büntetőjogilag felelek ezért, nem csak polgárjogilag. De a politikusok miért nem? Tehát mi, most én nem sok esélyt látok akár az ön vagy mások ötletére, hogy hirtelen azt mondja a Fidesz, hogy hú, ez nekünk is annyi kárt okozott, már úgy utálnak ezért a választók. Senkit nem utálnak a választók. Tehát mindenki simán lenyeli azt, hogy ja, családi összefogás, haveri kölcsön, jó cimboráim vannak. Én nem tudok így barátokat választani, valószínű, hál' Istennek, hogy más a kiválasztási szempont a barátság kategóriájában állom, de hogy még soha már fel nem vetette egy barátom, hogy megdobnálok 40 millióval kell-e. Én néha szeretnék abba írni, hogy a politikának meg kell tudni javítani egy közösséget, mert igaza van abban, hogy Magyarországon ilyen kicsit polgárosulatlan, kicsit feudális viszonyok között még legyintenek is az emberek, de közben rengeteg tisztességes önkormányzati képviselőt, megengedem, rengeteg tisztességes jobboldali önkormányzati képviselőt, nem beszélve más ellenzéki, baloldali vagy középen álló képviselőkről érhet így az a vád, hogy hát az ő vagyona sincs rendben. Mondanék egy példát. Ez nem a parlamenti képviselőket érinti, de a Fidesz által okozott hiba miatt ma az önkormányzati képviselőknek visszaadják az egy évvel ezelőtti vagyonnyilatkozataikat, amikor beadják az újat. Most innentől kezdve, hát a honlapokra ezt nyilván jól eldugják, hogy senki se találja, még talán a Google-nek a keresőmotorja se, és innentől kezdve nagyon nehéz összehasonlítani egy mondjuk önkormányzati képviselőnek a vagyongyarapodását. És visszatérve a magánkölcsönökre, teljesen tisztán szabályozott a magyar adójogban, hogy mit kell ezzel csinálni. Hogyha ön nekem magánemberként, ne értse félre, kölcsön ad valamennyi pénzt, akkor azt teheti akár kamat nélkül, teheti írásos megállapodás nélkül, de van egy feltétel, hogyha azt ön bankszámláról utalta nekem bankszámlára, akkor annak ott van nyoma. Én szerintem ezt nyugodtan be lehetne kérni egy ilyen vagyonnyilatkozati eljárásban. Tehát magyarul, hogyha valaki arra hivatkozik, hogy baráti kölcsönből tudta megvenni ezt a 200 millió forintos a házat, kis kérót, akkor mondja meg, hogy ki ez a barát. Igen, és akkor nézzük mondom, meg, hogy a barátnak majd Magyarországon okiratokkal, büntetőjogi felelősség teljes tudatában gond nélkül lehetne erről nyilatkoztatni képviselőket, önkormányzati képviselőket, mert hogyha egyébként mondjuk készpénzben adja át ön a részemre ezt a kölcsönt, akkor pedig az a helyzet, hogy a NAV, az adóhatóság ezt évek óta úgy ellenőrzi, hogyha konkrét probléma, igen, felmerül, hogy akkor ő közokiratban, leginkább közjegyzői nyilatkozatban kéri foglalni, hogy ön nekem készpénzben ezt átadta. Magyarul amíg, nincs menekvés. Tehát, amíg a Fidesz kormány, pontosabban a Fidesz többségű parlament ezt szigorítani nem akarja, addig van bármire is esély, hogy ezek átláthatóbbak, lenyomozhatóbbak legyenek, és mondjuk ne nézzenek minket komplet hülyének? Az történhet, amit tesz a K-Monitor és néhány civil szervezet, hogy digitálisan feldolgozzák, mert ez is már botrány 2016-ban, hogy kézzel kitöltött, nem kereshető, nem indexálható keresőkkel ez a dolog, hiszen így innentől kezdve manuálisan kell utána menni tehát ennek. Tehát a civileké. Legalább hát ebben az ügyben ezt lehet tenni, ezt lehet segíteni, ezt a munkát. Szerintem ezt informatikailag néhány millió forintból, tényleg néhány millió forintból, akár az összes önkormányzati képviselőre kiterjedően meg lehetne tenni. Biztonsággal lehet, hogy ez egy 10 milliós tétel lenne, de az egészen fontos, hogy ez összehasonlíthatóvá kellene tenni, és természetesen könnyen kereshetővé, és van egy másik része, hogy okiratokkal bizonyítottá kell tenni. Hát én nem azt mondom, hogy minden papírt föl kell rakni az internetre, hogy a közjegyzőnél én nyilatkoztam, ezt nem kell, de mindenki ellen lehessen eljárás kezdeményezni, mert jelenleg ez nem áll. Köszönöm szépen, hogy itt volt.